Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádó magazin. Január 28-ától lehet pályázniuk az önkormányzatoknak az illegális szemétlerakók felszámolására. Tolna megyében mindössze 4 település élt ezzel a lehetőséggel. Bátaszékváros önkormányzata is úgy döntött, hogy a 3 millió forintos pályázat segítségével számolnák fel a város határában egy illegális szemétlerakót. Halmokban áll az építési törmelék Bátaszék határában. A felvételeken jól látszik, hogy az út mentén hosszan elnyúlik a szeméthalom. Bár az engedély nélküli hulladék lerakása bűncselekmény, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. Január 28-án nyílt meg erre a lehetőség. Mi az elmúlt héten áttanulmányoztuk a pályázati kiírást, és hát nem az elmúlt héten, de a korábbi időszakban is körbenéztük, hogy a város környékén hol vannak olyan kialakult illegális hulladéklerakók, aminek a felszámolása sürgős és fontos lenne. Úgy döntöttünk, hogy a mögöttünk álló területnek a hulladékmentesítésére nyújtunk be pályázatot. A felmérések alapján mintegy 350 köbméternyi elsősorban építési törmelék található itt ezen az önkormányzat tulajdonában lévő területen. A városvezető azt mondja, a település több pontján van illegális szemétlerakó. Hát sajnos nem csak itt van, független attól, hogy igen komoly szemléletformálás is zajlott az elmúlt években hulladék kezelés és gyűjtés tekintetében. Én úgy gondolom, hogy a szolgáltató és a város is nagyon sok olyan anyagot küldött el és olyan feltételt megteremtett, hogy a háztartásokban keletkező hulladék elszállítása rendezett módon történjen, hiszen heti szállítás van, zöld járat van, építési törmeléket be lehet szállítani. Nekünk van gyakorlatilag egy hulladék udvarunk, ami minden nap nyitva van és elérhető, és oda nagyon sok hulladékot térítésmentesen lehet beszállítani, akinek szolgáltatási szerződése van. Ettől függetlenül alakulnak ki ilyen helyek, például itt is, de a városnak sajnos van még 2-3 olyan külterületi helye, ahol hasonló helyzetet tapasztaltunk. De igazán az anyagi lehetőségek határozták meg azt, hogy ezt a helyet jelöltük ki, hiszen ez körülbelül ennek az ártalmatlanítása körülbelül azt a költséget fedi, amely esetleg egy nyertes pályázat esetén a város részére megpályázható és igénybe vehető. A város önkormányzata ehhez a pályázathoz 500 ezer forintnyi önerőt kíván biztosítani. Ha a pályázaton nyernek, akkor hamarosan elkezdődhet a hulladék felszámolása. Az idén először a Bátaszéki Sportegyesület rendezte a komoly múltra, immáron 32 évre visszatekintő Kalász János labdarúgó utánpótlás emléktornát, amelyen az U12-es korosztály szerepel. Sikerült rangos mezőnyt összehozni, s a maga nevében különleges, mondhatni kuriózumnak számító vándorselleg egy évre Paksra került. Hogy milyen volt az 1988-ban rendezett első Kalász János utánpótlás labdarúgó emléktorna, erről is mesélt a bátaszéki futballtörténet helyi legendájává vált játékosának, Kalász Jánosnak a fia, ifjabb Kalász János. A hallgatóságot 12 éves focista palánták alkották, az idei immáron 32. Kalászkupa résztvevő csapatai. Az Újpest, a Paks, a PMFC, a Baja, a Bonyhád, a Mohács, a Szekszárdi Baka iskola és a házigazda Bátaszék játékosai. Az elsőre 1988-ban került sor, ragyogó csapatok voltak, Ferencváros, egy jó PMSC, egy Márton Jókev által vezetett Kaposvári Rákóczi, mi a Szekszárdi Dózsa válogatott játékosai. A döntőben meg különösen szívesen emlékszem, mert tanítványunk kettes iskolába jár, Fehér Csabi, félpályáról szabadrugás góljával nyertünk a PMSC ellen 1-0-ra. Vagyis elnyertük édesapám tornáját, amit a 1946-47-es bajnokságban nyert Tolna megye a bajnok gólkirálya volt. A Szekszárdról indult magyar válogatott játékossá vált, külföldi karrierje során többek között a híres holland PSV Eindhovenben is megfordult, Fehér Csaba egyik ellenfele az első döntőben, nem akárki, Dárdai Pál, a német Hertha játékos legendája, jelenlegi edzője, a magyar válogatott volt meghatározó játékosa, és egyben korábbi szövetségi kapitánya volt. Akkor volt 12 éves, meg a Fehér Csaba is magyar válogatott, és profi Európában játszó labdarúgó. Akkor voltak 12 évesek,
és ezt a győztes csapatot még az, abban az évben sikerült repülővel elutaztatni Párizsba, Bözomba, testvérváros kapcsolatban, és ott is tornát nyertünk. A távolabbi múltban ötször nyertek egyébként kalászkupát a szekszárdiak az elmúlt három évtizedben, miközben a tornának igyekezett a színvonalát megadni a rendező bátaszéki általános iskola. Az idén már a Bátaszék Sportegyesület szervezte a tornát, növelve a színvonalat, remek csapatok érkeztek. Ott volt a mezőnyben az újpesti TE, a Paksi Ese, a Pécsi MFC is, a Mohácsi, a Bajai, a Bonyhádi és a bátaszéki csapat mellett. U12-ben érvényesült ezen a tornán is a papírforma. A hadcsapatos torna kis döntőjét a PMFC és a Bonyhád játszotta, Baranyába került a bronz. A döntő pedig az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb összecsapását hozta, az Újpest és a Paks főszereplésével. Végig izgalmas, kiegyenlített nagy csatát láthattunk, épségüket sem kímélve, különösen az újpestiek tették oda magukat minden egyes labdáért folytatott harcban a kis focisták. Feltűnt a zöldfehér paksi gyerekek magassági, bizonyos értelemben fizikális fölénye, amit az újpesti mini emberek harcossággal párosuló szélvész gyorsasággal és technikai képzettséggel kompenzáltak. Egy gól itt, egy amott, így a 2x5 perces hosszabbításra maradt a döntés. A mindkét oldalon kimaradt helyzetek miatt nagyon is benne volt a levegőben, hogy a büntetők döntik el végül is a 32. kalászkupát. A paksiaknál végig jól funkcionáló páros kapcsolat eredménye volt a győztes gól, ők osztoztak meg a két paksi találaton, egymást kiszolgálva. Milyen reményekkel érkeztetek ide? Már egy torna győzelem a zsebbe volt. Hát így szerettük volna, meg szerettük volna nyerni a tornát, ezért utaztunk el idáig, és szerintem a csapat az nagyon együtt volt, és nagyon, nagyon biztattuk egymást. Milyen volt ez a torna győzelem? Ki kellen, és melyik a rangosabb? Hát szerintem az, hogy egy pesti csapatot így le tudtunk győzni. Hogy láttad, Újpest ellen játszani, ez talán életed egyik nagy élménye volt, nem? Hát én úgy látom, én mindig úgy szoktam neki menni mérkőzéseknek, hogy megnyerjük, és a siker bejött. Mi volt a titka, hiszen az Újpest nagyon gyorsan támadott, gyors játékosai voltak, de ti azért a kapu előtt több helyzetet alakítottatok ki. Hát elsősorban a védelem, hogy hátul megszereztük, és kontrákkal. Kontrákkal ment a gól. De hogy láttad, mi volt a siker? Szerintem nagyon pontosan passzolgattunk végig, és higgadtan játszottunk. Úgy láttam, hogy egymást kiszolgáltátok, rúgtál te is gólt, és utána te adtál gólpasszt a társadnak. Igen. Hogy történt, visszaemlékszel rá? Begyakorolt figura? Hát gyakoroltunk sokat rá, vagyis hát utolsó edzésen, mielőtt jött a mérkőzés, pont éneket gyakoroltunk, és ugye a fejemben maradt, és ezt meg tudtam valósítani. Sokszor van az, hogy egymást a helycserét csináltok, vagy egymást játszátok meg? Edzésen is, vagy a mérkőzésen is, így a felállás is? Hogy előtti kétéket játszotok, vagy te mögötte? Én mögötte szoktam játszani, de nagyon támogatjuk egymást, és hogyha másik jobb helyzetben van, akkor egyértelműen passzolunk neki. Mint megtudtuk, a nagypályán is lesz sikerélmény ennek a paksi társulatnak, amely minden szempontból összejött, amely itt a kalászkupán is nagyon sikeresen szerepelt. A torna legjobb kapusát is ők adták, Hegfusz Róbert személyében, míg a mezőny legjobbjának az UTE játékosát Kis Andrást választották. A legjobb kapust Györfi Milán személyében a PMFC adta. Bíjazták a csapatok legjobbjait is. A bátaszékiek közül, akik egyébként egy feltörekvő csapatokkal vettek részt a tornán, a kapus Verhás György nyújtotta a legjobb teljesítményt. A paksiakhoz kerülő vándorserleg a maga nemében országos kuriózumnak is számít akár. Ez egy második világháborúban megtalált lövedékből készített erekje, amit idősebb Kalász János még a 40-es évek végén megyei gólkirályi címért kapott, amit fia a későbbiek során felajánlott, mint vándorserleget a mindenkori kupagyőztesnek egy évig szóló megőrzése. 23 gól, Tolna megye bajnoksága, második világháború befejezése után, közvetlenül, mert ez a kupa 46-os, 47-es bajnokságban. Ő ennyi gólt rúgott a Tolna megyei bajnokságban. Bal lábbal. Mint ismeretes, idősebb Kalász János, egykori iskolaigazgató, legendás futballista, a névadója a bátaszéki sportcsarnoknak.
Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthona se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Ferkovics József festő képeiből nyílt kiállítás a bátaszéki művelődési ház nagy termében. A Szombathelyen élő roma származású művész festményei között tájképek, aktok és portrék is megtalálhatóak. Hogy szeretet van, hogy szeretet van nem csak a Bibliában rögzült Isten szavában, nem csak jó anyák mosolyában, meg annyi mozdulatában, lelkük minden zugában. Hogy szeretet van nem csak bölcsvének tanácsában, az éveknél a keserűséget teremjék benned a mérget, hogy szeretet van, hogy szeretet van. Batta György egy mondat a szeretetről. Ezzel a verssel nyitották meg a tárlatot január 22-én Bátaszéken. A művelődési házban nyílt kiállításon Ferkovics József festőművész képei láthatóak. A festmények Dömötörné Solymár Orsolya pedagógus segítségével kerültek most a városba. Az apropója a kiállításnak az, hogy az én egyesületem, a Szánné Lulugyi Egyesület már körülbelül 6-8 éve kapcsolatban áll a művészóra. Több kiállítását sikerült már Szekszárdon, illetve a környékben megrendeznünk. Nemrégiben, decemberben volt a művészórnak egy kiállítása Szekszárdon, és az abból a kiállításból megmaradt, illetve az idei évben a meg nem vásárolt képeiből tudtuk ezt a kiállítást itt Bátaszéken most, mielőtt még a 2019-es új képekkel, új stílusokkal, új témaválasztással elindulna a következő kiállítási évada. Így mondhatom azt, hogy ezzel még a 18-as évet zárjuk le, és ívelünk át a 19-esbe. Ferkovics József egy Szombathelyen élő roma származású festőművész. Alkotásait pedig az országban, Európában, sőt az egész világon ismerik, mondta stábunknak a kiállítás szervezője. Ő vállalja a roma származását, illetve ez a származás, a romasság egyrészt képein is megmutatkozik a témaválasztásában, illetve a technikáiban, a színválasztásában, de ha a képeit oda tesszük egy akármilyen más származású festő mellé, tulajdonképpen a művészeti értékében, színvonalában semmiféle különbséget nem lehet észrevenni. Az ő életútja egy nevelőotthontól ívelt a főiskoláig, illetve onnan a múzeumoknak a kiállító terméig. Az, hogy ő mit alkotott és mit tudott számunkra nyújtani, azt majd remélhetőleg még nagyon sok év munkásság fogja bizonyítani, illetve igazolni. Jelen pillanatban éppen a szakrális témák felé fordul. Mindenképpen meg kell említeni a nagy holokauszt sorozatát, ami már nem vásárolható, hiszen a múzeumok felvásárolták. Aztán a bejárat mellett található két festmény még a búcsúsok sorozatból való. Aztán a tájképei, jelentősek, ezeket különféle stílusban festi, és nagyon nagy előszeretettel fest arcokat, embereket, de nem azokat az embereket, akik szépek, szép ruhában vannak, és kedvesen mosolyognak beállított pózokban, hanem ő azokat az embereket szereti festeni, akiknek a ráncaiban ott vannak a sorsok, a szemeiben ott ülnek az érzelmek, aki megélt már nagyon sok mindent, és ez látszik is rajta. És ő a külső adottságokban rejlő belső értékeket szereti ábrázolni. Általában szegény sorsú embereket fest. Nagyon sok közintézménynek a folyosóin is
megtekinthetőek az ő alkotásai, illetve magángyűjteményekben és a múzeumokban. A bátaszéki kiállításon nem csak Ferkovics képeivel találkozhat a látogató. Ezeket a képeket a helyi művészeti iskola tanulói festették. A diákok kiállításának az apropója az, hogy a művész úr a nevelőintézetben, ahol ő fölnőtt, nagyon nagy tehetséggel, már ifjú éveiben, minden más tevékenységnél jobban szerette az alkotást, a rajzolást. És hála Istennek, ő neki a családi problémákon túl, hogy úgy mondjam, a Jóisten adott egy nagyon nagy fegyvert, ezt a hatalmas nagy tehetségét, amire ő építkezni tudott nagyon nagy kitartással, és létrehozni azt, amit most per pillanat mi látunk. Ezek a gyerekek, akiknek a kiállítása itt látható, ezek a gyerekek mind vegyes családi környezetből jönnek, vannak köztük, akik hasonló gondokkal küzdenek, mint Ferkovics József, vannak, akik még nálánál is nehezebb sorból jönnek, illetve vannak, akik sokkal jobb körülmények között élnek, több-kevesebb, illetve kiemelkedő tehetséggel rendelkeznek. Ferkovics Józsefnek annak idején, mikor a 70-es évek elején Japánban egy rajzversenyen második helyezést ért el, akkor az akkori intézmény, ahol ő nevelkedett, a nevelőintézet, nem tette lehetővé azt, hogy ő olyan helyen tanulhasson tovább, ahol a tehetségét kifejtheti, hanem az ő fizikai állapotának abszolút ellentmondó bányász szakirányban, vájáriskolában kellett tovább tanulnia, és ilyen végzettséget szereznie. Kerülő utakon, máshonnan, hátulról, támogatókon keresztül sikerült elvégeznie a művészeti középiskolát, majd pedig a művészeti főiskolát, ahol grafikusként végzett. Én azt kívánom ezeknek a gyerekeknek, akik itt kiállítottak, hogy némelyiküknek ez már a többedik kiállítása. De kívánom azt, hogy egyszer majd sok munkával és kitartással, meg jó pár évvel, mert ugye ez nem megy ilyen nagyon gyorsan egyik napról a másikra. Tehát, hogy előbb-utóbb, aki tehetséges, annak a tehetsége majd utat tör, és majd 30-40 év múlva, vagy 5-10, vagy 15 év múlva, egy önálló kiállításon az igazán tehetségesek, függetlenül attól, hogy honnan érkeztek az iskolába, és honnan érkeztek a művészeti életbe, helyt tudjanak állni, és el tudják érni azt, amit Ferkovics Józsefnek sikerült. Én nagyon bízom abban, hogy majd egyszer a közeljövőben itt a Bátaszéki Művészeti Iskolának a tanítványai között is meg lesz a mi Ferkovics Józsefünk. A tárlat február 22-ig tekinthető meg Bátaszéken a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!